Ez a kedvencem, és egyben az első alkotás, amit a saját gyűjteményembe vettem több mint 30 évvel ezelőtt, Lajforka Haraszti István édeskétől. Ez például Haraszti Istvánnak egy mobil szobra, ismerem őt személyesen is, és egy kiváló ember, többször találkoztunk, többször voltam nála. Kokas Ignác. Náci bácsának ez egy nagyszerű képe, ő is egy kitűnő festőművész volt, volt szerencsém személyesen ismerni. Ez a sérülés, ez nem sérülés. Náci bácsit egyszer megkérdeztem, hogy javítaná ki, azt mondja, nem, ő ezt direkt csinálta, mert dühös volt. Ezen a helyen még a telefonból is Bach muzsika szól, Pablo Casals előadásában. Gyönyörű kortársképek és szobrok mindenütt. A különleges tárlat idegenvezetője, dr. Szecskai András, a Jedlik Ányos díj egyik idei kitüntetettje, az egyik legnagyobb független hazai ügyvédi iroda alapítója és vezetője, az iparjogvédelem, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdések szakértője, hazai és nemzetközi szinten. Amivel mi sokkal intenzívebben foglalkozunk, az egyrészt az iparjogvédelmi alkotások szerződéses része, tehát biztosítani annak a iparjogvédelmi alkotásnak a más által történő jogszerű használatát. A legnagyobb rész, amivel pedig foglalkozunk, az a szellemi alkotások védelme olyan esetben, amikor bitorlás kerül sor, szabadalombitorlás, védjegybitorlási ügyekben, akkor, amikor bíróság dönt abban a vitás kérdésben, és az abban kell dönteni, hogy történt-e bitorlás vagy sem, sok-sok ilyen szabadalom megsértésével kapcsolatos peres eljárásban voltunk részesek, és vagyunk jelenleg is részesek, és azt mondhatom, hogy jó eredményekkel, szép eredményekkel, mindig együtt dolgozva a műszaki szakemberekkel, gyógyszervegyészet és egyéb területeken. Szecskai András közel 30 éves munkáját számos nemzetközi és hazai elismerés övezi. Ezek közül talán a legbüszkébb a Magyar Ügyvédi Kamarától kapott a jogszolgálatában életműdíjra. De idáig hosszú út vezetett a gyermekkori indíttatástól, amikor is az első iratcsomagot édesapjától vette át, aki maga is neves ügyvéd volt Kecskeméten. Egyetem elvégzése után édesapám legnagyobb meglepetésére nem Kecskemétre mentem az ő irodájába ügyvédként, hanem Budapestre szerettem volna jönni. 1973-ban jöttem Budapestre, és a 16-os Nemzetközi Ügyvédi Munkaközösségbe kerültem. Ott töltöttem a jelölti időmet és az azt követő 19 évet ügyvédként. Ennek az irodának az volt a jellemzője, hogy szellemi alkotások jogával, iparjogvédelemmel foglalkozott. Ez annak idején egy lényegében egy monopol helyzetet biztosított az iroda részére. Nagyon kevés iroda kapta meg azt a lehetőséget és engedélyt, hogy külföldi vonatkozású iparjogvédelmi ügyekkel foglalkozzon. Na hát itt mérgeződtem meg az iparjogvédelemmel, és olyan tanítómesterek mellett, mint Sasvári Tibor, Kende Béla, vagy a ügyvivők közül Somlai Tibor, Belicai András, Gödölle István, aki még ma is nagyszerű munkatársunk, és sokan mások, nem említek minden nevet, de azt hiszem, hogy az iparjogvédelem ügyvivői és ügyvédi krémje ott volt abban az irodában. Szecskai András munkásságának vezérelve voltak éppen nagyon egyszerű. Azt gondolom, hogy a szellem, az innováció, az alkotások, az újdonság viszi előre a világot. Ezeknek megfelelő kezekben való védelmére, kezelésére van szükség. Ha ez nincs, akkor nincs haladás. A jogszolgálata mellett Szecskai András rendkívül színes életet él. A család, a munkahelyi közösség, a barátok, a sport mellett, mint már mutattuk is, a kortárs képzőművészet nagy támogatója. Több szervezetet szakmailag támogat. Tagja a Kecskemét Bozsó Művészeti Gyűjtemény és a Budapesti Fesztivál Zenekar Alapítvány kuratóriumának. Szecskai András miniportréjának méltó lezárásaként íme egy részlet a világ egyik legjobb zenekarának felvételéből, amit természetesen jogtisztán élvezhetünk a Budapesti Fesztivál Zenekar engedélyével.